Sziasztok, izomvadászok! Üdv az új videóban, és a mai videó reklám. Ezt azért mondom, mert ma mutatni fogok nektek megint egy MyProteinos terméket, és mivel egy hónapja kijött egy új jog az EU-ban, muszáj vagyok mondani azt, hogy a mai videó reklám. Akkor is, hogyha mondjuk nagy részt a költözésünkről szól, bemutatom a terméket, tehát mondanom kell, hogy ez reklám. Na, szerintem ez az egész hülyeség, szerintem hülyeség ez a jog. Írjátok a kommentekbe, hogy ti mit gondoltok erről, de sajnos be kell tartani a szabályokat, be kell tartani a jogokat, és ez van. Látjátok a háttérben ezt a kartont, és ez a karton azért van ott, mert tényleg költözök Annával egy új lakásba, és igazából oda fogunk most indulni, sőt lassan indulnunk is kell. Maga az új termékhez is mindjárt térni fogok, ha az új lakásban vagyunk. Ez egy nagyon jó termék, tényleg a kedvenceim közé került. Ez egy új termék, amit a MyProtein nemrég kihozott, és mondom, mindjárt bemutatom nektek. De még előbb ebbe a kocsiba itt egy hatalmas tükröt kell valahogy beféretnünk. Az lesz most a kihívás. Ott ül fent, a kis rohadék. Dobja a diókat. Őszintén? Kukuk! Éhes vagyok. Szerintem nyisd ki elől az ajtót. Igen. Nem. Na srácok, ez professzionális munka. Mint láthatjátok, tökéletesen befér. Jól vagy? Igen? Jó. Ja, és akkor most igazából még tökéletesen időben vagyunk és indulunk a lakáshoz. Most nem öntöm ki a WC-ádat. Basszus. De ki is ihatjuk a WC-ádat. Ez megteszi, szerintem. Nincs más opció. Termosz. Termoszban fogjuk most keverni, igen. Na, itt vagyunk az új lakásban. És én most be akarom mutatni nektek a My Amino Energy-t. Az egy ilyen új por, amit kihozott a MyProtein. Az konkrétan aminosavak, ami ugye jó az izmunknak. Aminosavról is lesz még célzottan videó, most egyenlőre csak ennyit mondok. Tehát arra is még izgatottan várhattok. Lényeg, hogy vannak benne aminosavak. Baromi sok, itt egy rohadt hosszú lista, hogy mennyiféle aminosav van benne. És azt most összekeverték olyan dolgokkal, ami felpussol, ami rendesen ad energiát, mint például van benne koffein. A koffein az ugye van a kávéban is, az is felébreszt. Tehát ezt itt ne úgy nézzétek, mint egy booster. Igen, én már szedtem boostereket, szedtem már durva boostereket, amiben mondjuk volt 400 mg, az kb. 9 kávé. És abban nem csak annyi van, hanem abban még van mindenféle más anyag is, ami felpusol, tehát egy booster megint egy más téma. Ez itt persze az is így felébreszt, ez is ad energiát, jobban tudunk tőle koncentrálni, de nem ilyen durva. Szóval ez itt olyan, ami egyrészt naponta szedhető, hogyha naponta szednék durva boostert, akkor a szívem valamikor így fog dolgozni, és valamikor egyszerűen el fogok dőlni, és kórházban fogok felkelni. Durva boostert naponta nem lehet szedni, ezt itt naponta lehet. És ezért is tetszik nekem ennyire, mert én kicsit az a féle ember vagyok, aki mindig fáradtan érzi magát, tényleg nekem úgy érzem, hogy jól esik, hogyha tudok valamit inni, ami felébreszt engem, főleg edzés előtt, mondjuk kávét, csak hogy most már nem kávét kell innom, hanem ihatok ilyet edzés előtt, vagy akár edzés közben, és ja, közben az izmaimat is etetem. Tehát nem csak valamit iszok, ami felébreszt, hanem etetem az izmaimat is, az tök jó. És ezért nagyon örültem ennek, hogy ez is benne volt a csomagban. Most, hogyha ez valakit érdekel, akkor linket megint a videó alá tettem, és én ezt most szépen keverni fogom. Mondom, új lakásban vagyunk, itt még annyira nincs semmi, mármint bútorokat már hoztunk, de még vízünk nincs, mármint csak víz az van, szerencsére. Csak vízüveget felejtettem elhozni, úgyhogy most ilyen termoszkannában fogom összekeverni ezt az egészet. És igen, van már víz.
Látom, mennyire van tele. Ez így jó lesz. És akkor szépen itt van a My Amino Energy, én a Blue Raspberry, az mi magyarul? Blue Raspberry. Kék áfonya. A raspberry az málna. Kék málna. Na, én a kék málnát választottam, ezt küldte nekem a MyProtein, és ja, nem tudom, egyszerűen ilyen supplementeknél mindig, hogyha van ilyen Blue Raspberry, tehát ilyen kék málna íz, akkor ennek valahogy a rajongója vagyok. És ja, már tényleg ilyen illata is van. Ó, hát szagoljon meg. Ó, wow. Na, és abból most egy egész kanalat, az olyan 10-15 gram. Azt most szépen belekeverem. Egyébként ráírják, hogy kevert 250-300 milli vízzel, de én mindig edzés közben amúgy is viszek egy hatalmas csomag vizet, csomag, palack, adag. Ja, a lényeg, hogy másfél liter vizet szoktam inni edzés közben, tehát nekem ez most tökéletes arra, hogy belekeverjem a másfél literes üvegembe, amit most sikerült elfelejtenem költözés miatt, de szerencsére már itt van a lakásban ilyen termoszizé, és most azzal keverem össze. Szóval én itt annyira nem arra hallgatok, hogy ők mit ajánlanak, hanem egyszerűen elviszem edzés mellé. És ja, én ezt a terméket már kipróbáltam, tényleg jól felébresztett, jól kicsit adta az energiát, és ezt most összekeverem, és akkor igazából megyünk is gymbe edzeni. Most már itt voltunk órákig, pakoltunk ki kartonokból, csak vizet elfelejtettünk. Nem kapcsoltad ki, de megy! Na! Tervezek megint több ilyen Q&A videót felvenni, tehát ilyen kérdés-válasz videó, tehát most itt a videó alatt igazából bármiféle kommentet odaírhattok, bármi kérdést feltehettek, és akkor azt szépen meg fogom válaszolni, és most megyünk a gymbe.